elindulsz a nagyvilágba, nem tudod, hogy a határ túloldalán mi vár rád, csak a ruha, ami a hátadon van, azzal nyelvtudás nélkül, mondjuk angol nyelvtudás nélkül, németül beszéltünk, de mert akármi vár rád, ott valószínű jobb lesz, mint ami itt van. 2015-ben kezdtük el Laura Rice Andreával, és amerikai magyar, elkezdtük az a Memory Project-et. Akkor az volt a célunk, hogy gyűjtsünk össze életút interjúkat olyan amerikai magyarokkal, akik a II. Világháború vagy 56 után menekültek Amerikába. Ez egy elég nagy szám. Az volt a lényeg, hogy egészen a rendszerváltásig jutunk, tehát hogy az emigráció, ami ugye a rendszerváltás előtti időszak, amikor az emberek diszidáltak, menekültek, stb. A rezsim elől. Elkezdtük csinálni, és elakadtunk már a II. Világháborús és 56-os menekültek, nem annyian voltak, és hogy tulajdonképpen azokat az interjúkat próbáljuk először megcsinálni, hiszen már elég idősek az interjú alanyok. Már 150 ilyen interjút készítettünk, és ezekből már elég sokan már nincsenek velünk, sajnos. Akkor még nem voltam annyira benne, úgyhogy én is bizonyos fokig lelkem mélyén sajnáltam őket, egész odáig, míg az egyik meg nem mutatta, hogy ez, akit itt látsz, ez verte ki a fogamat. Abban a pillanatban, mikor már ott volt, hogy ezek magyarokat bántottak, akkor már ott voltam én is, hogy tudod mit? Akkor semmi baj. Hagy menjen ez. Nem csak amerikai magyarok, hanem voltak itt argentin magyarok, venezuelai magyarok, kanadai magyarok, ausztrál magyarok, azok, akik nyugatra menekültek, ugye 56 és II. Világháború után, és akkor velük is elkezdtem életút interjúkat csinálni. Hogy miért van a Memory Project, miért jött létre, hogy történetmentők vagyunk. Ez mondta valaki rólunk, soha nem gondoltam volna, filmrendező vagyok, újságírók, de nem, te történetmentő, ez mit jelent, hogy végül is mindenki, aki ezt az időszakot átélte, a II. Világháborút, 56-ot is kimenekült, hogy nekik az ő történetük az mi. És a saját szavaikban, a saját hosszában vágatlanul archiváljuk az ő személyes történeteiket. És ez azért fontos, mert hogy ugye vannak a történészek, akik a történelem könyveket írják, és kutatják a történelmet, és akkor vannak a szemtanúk, és akkor ugye vannak core dokumentumok. Tehát ebből a három dologból szokott összeállni egy történelem, egy történet, de sokszor a szemtanúkat kihagyják, vagy talán nem veszik olyan komolyan a történészek, meg az újságírók, mert hát ez csak egy személyes történet. De amikor van 150 személyes történeted, és mindegyik, szinte majdnem mindegyik ugyanazt mondja, hogy milyen volt menekülni. Szóval van egy ilyen kritikus tömeg. Tehát, hogyha már 30 ember ugyanazt mondja, hogy ez történt velem október 23-án, ott voltam a parlamentnél, stb., akkor az már egy adalék. Nagyon fontos megmenteni ezeket a történeteket, mert nem tudod, hogy mi lesz a jövő generációknak. Tehát, hogyha van, ha tudunk filmezni, ha nem kerül sokba, ha valakit odaültetünk és elmondja nekünk a történetet, akkor az megvan. És akkor azt majd később szétbonthatjuk, de hogyha nem mentjük meg, ha nem rögzítjük, akkor nincs. Ha nem rögzítem, akkor nincs. És ez azt gondolom, hogy az apukám történetét senki nem rögzített. Saját édesapám történetét, én eddig azóta több mint 150 interjút csináltam ezzel kapcsolatban, saját apukámét nem sikerült megcsinálnom, pedig 31 éves voltam, amikor meghalt. Előtte újságíró voltam, miért nem jutott eszembe? Szóval nem olyan egyértelmű ez.